Ez micsoda? Tüzet raktam, gyerekek! Lobog a tűz! Szia! Na jó. Szia! És ott is! Nem. Ezt most nem mondjátok komolyan. Ez memória hal. Srácok, nem. Ez nem az, amire gondoltok. Nem merek kimenni. Srácok, ezt látnotok kell. Köszönöm a lehetőséget. Viszlát. I'm out. Sziasztok srácok, üdvözlök titeket a csatornámon, és a mai videóban az elkövetkezendő 24 órát egy Airbnb-házban fogom tölteni, amit pár napja az Airbnb-n találtam. A tó mellett van egyébként, nem is néz ki olyan rosszul. Csobbany, ez a kevés hely egyike a környéken, ahol van medence, gondolom itt a tóra értette, összkomfortos weekendház. Medence és beltéri kandalló, ennyit tudtunk meg, illetve azt, hogy 5000 forint per éjszaka. Micsoda? Egyébként srácok, nem tartom magamat ilyen nagyon piperkőznek, és hogyha körbenéztek, fantasztikus a táj, sőt lehet, hogy szükségem is volt egy ilyen kis nyaralásra. Elhoztam az én kis bőröndömet, jó annyira nem kicsit, de minden belefért, ami nekem 24 órára kell, akkor menjünk is szépen be, és fedezzük fel ezt a csodálatos kis lakosztályt. Hey, ez eléggé kellemes, jó? Tehát, hogy itt nem volt szellőztetve, halászatban. Jó lesz ez az elkövetkezendő 24 óra, én azt érzem. Egyébként srácok, azért ez nem vészes egyáltalán, szóval most, hogyha belegondoltok és elképzeltek egy házat a tónál, akkor nem ez jut eszetekbe. Itt egy ágy, egy kiúszható kanapén, amin ugye aludni lehet. A foltokról most ne beszéljünk. Itt egy ilyen kis komód, ez nagyon kis cute. Kimondottan tetszik ez a design. Well, igen, ezért volt letakarva. Na de ez így elég unalmas lenne, és ismertek, hogy nálam semmi nem lehet unalmas. Szóval a 24 órába beleraktam egy csomó challenge-et, amit elképzelhettek itt. Tehát az első lépés nem más, mint a tűzrakás, ugyanis hideg van, és este nem akarok megfagyni. A második lépés az pedig az étel készítése, ugyanis ide a volt futár sajnos nem jön ki. A harmadik lépés pedig a tisztálkodás. Imádok nagyon fürdőzni, tudjátok, én vagyok az a tipikus, aki megveszi a lásba a fürdőbombát, és egy órán keresztül el van a fürdőkádba. Szóval akkor kezdjük is el. De még mielőtt elkezdenék tüzet rakni, muszáj egy kicsikét kutakodnom, mert imádok más dolgainál kutakodni. Oh my god, sütő vagy főzőlap talán. Őszinte leszek, én vagyok az a fajta tűzrakó, illetve kempingező, akinek fogalma sincsen, hogy hogyan kell tüzet rakni. Nyilván azért tudom, hogy kell hozzá fa meg tűz, illetve tökfény most találtam ilyen begyújtóst, ez nagyon jó, ennek ilyen büdi illete van, nem úgy nagyon szuper. Nedves törlőt is láttam, az is olyan. Oh, ez az, ezt kerestem. Remélem működ. Let's go, keressünk tűzifát. Na nézzétek, mit találtam. Egy fűnyírót, szóval, hogyha még gondolom, akkor füvet is tudok nyírni. Na hát nem tudom, hogy milyen fát kell keresni, gondolom azt, ami a földön van. Én nem szeretem a fákat bántani, és ti se bántsátok a fákat, szóval ezeket, amik itt a földön vannak, látjátok? És ezekkel fogok begyújtani. Elég. Tudjátok, hogy érzem magam, srácok? Mint amikor elalszol, és bejönnek ezek a bolond videók YouTube-on, amikor így ássák és szedik össze a dolgokat, és egy ilyen komplet hotelt raknak össze az erdő közepén. Nekem ennyi elég. Ja. Elkezdünk begyújtani, jó? Mert hamarosan lemegy egyébként a nap. Napocska, még nem menj le, kérlek, mert nekem nincsen áramom, meg fényem. Fogalmam sincs. Ez mi volt? Mit lőnek? Na jó. Mi vadászidény van? Vagy ez mikor van? Vannak még amúgy vadászok? Konkrétan 2 órája vagyok itt. És csak az első challenge első részénél vagyok, srácok, vagyis a tűzrakásnál. De már lövöldöznek rám, és tiszta posz vagyok, és megizzadtam. Nem, mert a követőinek azt kell mutatnom, hogy egy erős férfi vagyok. Tüzet fogunk gyújtani. Hogyan kell tüzet rakni? Nyilván kell hozzá ez a fa, amit behoztam, meg ez a pici apró öngyújtó. És öngyújtó nélkül? Én van benne egy kicsi. Na jó, hát ez tiszta kormos. Hát ez több koszos. Hello! Ti adod ezt a bolond házad úgy, hogy még össze se söpölsz. Ezeket az apró fákat így összetöröm. Jó, tehát akkor ezeket az apró fákat egyszer így összetörtem nagyjából. Szóval mehetnek is így ide be. Teljes Survivor. Ezeket az ilyen papírokat fogom felhasználni, tudjátok srácok, ilyen begyújtósnak. Meg rakok abból a pirosból, vagy abból a rózsaszínből. És akkor... tényleg vadásznak szerintetek? Tudom, hogy nem néz ki olyan professzionálisnak, de higgyétek el, hogy be fog gyulladni. A YouTube-on láttam. Kell egy kis ilyen, és öngyújtó. Na, elkezdtem begyújtani, srácok, és amúgy szerintem elég jól haladok, nem? Kell neki egy kis oxigén. Tüzet raktam, gyerekek! Lobog a tűz! Hát ezt nem hiszem el! Ez nagyon durva, sose tudtam tüzet rakni. És ezzel most mit kell csinálni? Challenge! Az első pipa! Varázsló vagyok. Most, hogy ez megvan, irány az erdő, és a második kihívás elkezdése, vagyis a táplálékkeresés. Hallottam kacsákat. Halljátok? Vagy ez kacsa, nem? Mármint nem akarom őket megenni, nyilván. Ha itt lennék mondjuk 2-3 hétig, akkor lehet, hogy megenném a kacsát, de inkább a tojásait, ne? A kacsák raknak tojást.
A természet lágyul én. Szeretlek természetről. Annyira egyébként nem akarok messzire menni, mert egyrészt nem ismerem a tájat, szóval nem tudom, hogy itt mire kell figyelni, melyik magánterület és melyik nem. Ez egyre parább. Lenelőj! Oh my god! Ez nagyon cute! Úgy érzem most magamat, tudjátok, mint egy ilyen tündér. Smiley! Szia! És ott is! Beázott a cipő! Direkt a bakancsomat húztam. Nézzétek! Az új bakancsomat, hogy a természethez öltözzek, szép barna minden, beázik. Akkor srácok, horgászni fogunk. Nincs mese. Júj, de... Ott a cukor! Ilyen még létezik? Nem. Ezt most nem mondjátok komolyan. Ez nyilván meg van játszva, srácok, ezt én dobtam bele az előbb. Mégis mire gondoltatok? Hát a természetben nincsen cup noodles, viszont mivel nem fogok tudni vadászni, ezért ezt fogom most megenni. Jöhet akkor egy mi van a táskámban, hol videó? Hát körülbelül ennyi, egyébként ruhákat nem hoztam most kivételesen, ugyanis csak 24 óráról beszélünk. Van nálam mentes víz, ugyanis a tóból nem akartam merni, mert hogyha mernék, akkor lehet, hogy nem mernék hazamenni. Ebbe fogjuk akkor megcsinálni az instant levest. Ja, és ezen most lehet, hogy ki fogtok akadni. Elhoztam magammal a gépemet is, hogyha esetleg unatkoznék. Illetve elhoztam magammal a párnámat, úgyhogy most valószínűleg azt gondoljátok, hogy a Stumpf Patrik miért hoz egy ilyen 24 órás erdei faházas kihívásos videóra egy párnát. Ez kérlek szépen egy memória habos párna. Memória hab. Úgyhogy kezdjük is el a főzést. Üdvözöllek titeket a csatornán, csodálatos az időjárás, és most egy ilyen tóparti vidéki főzőműsort fogok nektek itt rögtönözni. Egyébként szükségetek van ugye erre, ide rá. Mehet bele egy kis víz, és akkor ezt most így hagyjuk, amíg fel nem forjó. I'm a survivor! Egyébként unatkozom. Az ember nincs hozzászokva ahhoz, hogy nyugodtságban is csönd. Most így egész komfortosan érzem magamat olyan szempontból, hogy süt a nap, és világos van, és minden olyan kis kedves, a madarak csicseregnek. Majd mikor leszáll az este. És nekem mit kell egyedül lennem? Na majd akkor lesz jó. Egészen otthonosan érzem magam. Monsieur, a kabátomat! Wow, Na hát, ahogyan láthatjátok, srácok, nagyon szépen felfort nekünk ez a kis víz, úgyhogy jöhet is akkor majd a Nissinens cup noodles-ünk, és nézzétek, milyen csodálatos az időjárás. Ez a víz ilyen jó lett, úgyhogy most akkor fogjuk is a kis noodle-unkat, belehelyezzük a forró vizet. Ez egyébként ez a kedvencem, ez a koleszosokkal vagyok, instant tészta forever. Jaj, de ügyes vagyok. Amíg készül a leves, addig megmutatom, hogy miket találtam ebben a csodás szekrényben. Tudom, hogy nem szabad turkálni más tulajdonába, de ezt figyeljétek. Konkrétan egy Survivor kit. És ezt nézzétek, csilisbab, marha hússal, szóval még lehet, hogy lesz rendes vacsorám is, gyerekek. Van itt egy ilyen DJ pult. Ja, és ez a kedvencem, nézzétek, srácok, the best is yet to come. Tehát, hogy a java még most jön. Tudom, hogy semmit nem hallotok a szél miatt, én se, de itt fogom most elfogyasztani a természet lágyulén ezt a csodálatosan finom levesemet. Szép napot, sziasztok, levest teszek. Jaj, de egyedül vagyok. Visszacsiporgott a légy. Boom, clap, boom, di clap, di clap. Na srácok, az a helyzet, hogy kezd beesteledni. Hát hogy is fogalmazzak? Az instant levestől rám jött a fisi-fosi. Kéne keresnem egy nagy vécét. Nem, srácok, nem. Úgy, biztos, hogy nem. Na jó, én ide nem fogok bemenni, azt most mondom. Undorító. Ez biztos, hogy nem. Akkor inkább becsinálok. Au! Egy szálka! Na jó, a tűzem. Haló! Nagy levegő, mentes víz. Kezdek ideges lenni, pedig én nem vagyok. Amúgy te. Minden videómban idegösszeroppalást kapok. Szóval srácok, tűz megvan, pipa, kaja megvolt. A harmadik kihívás pedig a fürdés, amit fogalmam sincs, hogy hogy fogok megoldani. Mert hogy ebbe a tóba nem szeretnénk belevenni. A békanyál után meg aztán pláne. Mielőtt teljesen lemenne a nap, meg kell, hogy csináljam az ágyamat, ugyanis valahol aludnom is kell. Ugye ez egy ilyen 24 órás rend, szóval itt fogok majd aludni. Na hát akkor lássuk, hogy mivel van dolgunk. Ezek itt nem tudom, hogy mik, és nem is szeretném. Ezekből fogok csinálni itt egy ilyen védőház. Állót, hogy még véletlenül se érjek neki. Ez miért nedves? Ez ocsmány. Én ebben biztos, hogy nem takarózok bele. Nem kell takaró, úgyis meleg lesz a tűztől. És oda nem nyúlok. És ti se nyúljatok hozzám, kérlek, jó? Tudjátok, milyen ez, srácok, mint a hamupipőke. Én vagyok a hamupipőke most. Mindjárt jönnek a törpök. Addig rendet kell rakni. Raklom. Gumit piá, gumit kajá, gumit rágalán. What was that? Haló? Na hát srácok, az előbb megpróbálkoztam a fürdéssel, a harmadik kihívásunk ugye a tisztálkodás. Konkrétan, literálisan lefagyott a lábam, amint beleraktam. Mint láthatjátok, a napocska sziát mondott, azt mondta, hogy hello, szia, én megyek. Úgyhogy ezt a challenge-et elveszítettem, de nem baj, mert vissza van még ugye az alvás, és a holnap reggel, szóval remélem az éjszakánk nyugisabb lesz. Ahogyan láthatjátok, teljesen beesteledett, konkrétan sötét van. Nézzétek, milyen szép a hold, nem tudom, mennyire látszik.
csodálatos lámpások, jaj de szép. Még a végén leköltözök, annyira tetszik ez a hely. Na és akkor most megnézek egy csodálatos részt a sorozatomból, úgyhogy srácok, tartsatok velem! Haló, ki az? Én nem merek kimenni. Haló? Tehát most bezárkózom, és konkrétan holnapig én nem fogok kimenni. Fogalmam sincs, hogy ez mi volt. Tehát, hogy konkrétan nem játszottam meg, egyszerűen ülök. Jó estét! Jó estét kívánok! A vadőr vagyok. Meg szeretném kérdezni, hogy mit csinál itt? Airbnb-ben kibéreltem a lakást, vagy ezt a kis házat. Értem, csak azért, mert vigyázzom. Pont jókor jött, mert az előbb hangokat hallottam. Az én voltam, nagyon sok arany saká van. Úgyhogy ezért zárkozom be az éjszaka folyamán, mert vannak itt történések. Jó, viszlát! 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 Srácok, mi ez az arany saká? Meg mik ezek? Szia anya! Csak azért hívlak, hogy el tudsz értem jönni? Nem tudom, az előbb itt volt a vadőr, meg ilyen fura hangok vannak, és nem tudom, bepánikoltam. Azt mondta, hogy zárkózzak be, mert ugye aranysakálok, meg nem tudom, meg vaddisznók, meg ilyenek. Konkrétan 200 level a pulzusom. Nem itt, és semmi nem lesz. Hát ezek nem félnek tőled, jobban félnek az embertől, nem jönnek közel. Nézd ki ezt szerintem, és ha már kivetted a helyet, majd el kell, akkor eljövünk, érted? Zárd be az ajtót, az a lényeg. Igen, be van mind. Jó, nyugodj meg, akkor reggel jövök, jó? Jó, oké. Okay. Szia! Na hát, beszéltem az előbb anyával, és tényleg srácok, egy kicsikét túlreagáltam, megnyugodtam. Most neki fogok állni aludni. A lényeg az, hogy megágyaztam ide szépen, alig várom, hogy holnap legyen. Úgyhogy találkozunk srácok holnap. Jó éjszakát! Sziasztok srácok, jó reggelt! Rémesen aludtam. Körülbelül 2-kor aludtam el. Aztán utána, várjátok, itt még nincs vége. Elaludtam, tök szuper volt minden. Kényelmesnek is mondható egyébként ez a kiúszható, büdös, hozzáteszem büdös kanapé. Kialudt a tűz. Logikusnak tűnik, hogy kialszik a tűz, hogyha nem raksz rá. És így arra keltem fel 4 órakor, hogy konkrétan megfagyok. Most el fogjuk készíteni a kávét, ugyanis kávé nélkül ismertek, literálisan nem tudok felkelni rendesen, és utána pedig irány haza. It's gonna be me. Egyébként gyerekek, fogalmam sincs, hogy ez hogy működik, szóval... Jó. Szépen forjál fel, jó? Hideg van és nincs nap. Jó reggelt! Szia természet! Jó reggelt! Őzgidák vagy mik ezek, lovak? Aló! Olyan régóta vagyok itt, hogy már a természethez beszélek. Tényleg, mint egy Disney hercegnő. Kimegyek, jön a Bambi. A természet lágyul ér. És amíg megiszom ezt a kávét, addig arra gondoltam, srácok, hogy tegnap letettem a kamerát ide, kíváncsi voltam, hogy mi történik este, szóval nézzük vissza a felvételeket, gyertek. Ne kérdezzétek amúgy, tehát nem értem, hogy miért vettem föl, úgy voltam vele, hogy oda leteszem a kamerát, elindítom és elalszok, hát már amennyire tudtam aludni, biztos történik valami spice, szóval most nézzük is át, szunyókálok, kis szunya, ez mi? Srácok, ezt látnotok kell. Nem, srácok. Összepakolunk és elmegyünk. Tehát, hogy erre nekem nem mondja senki, hogy ez egy aranysakál volt, vagy bármi ilyesmi. Konkrétan idegenek mászkáltak itt és bevilágítottak. Úgyhogy én meg itt aludtam. Nem, befejeztem. Én innen elmegyek. Pakolok és megyek, Jézusom. Az előbb beszéltem a tulajjal. Azt mondta, hogy nyugodjak meg, mert hogy ezek halőrök voltak. Köszönöm a lehetőséget, viszlát, I'm out. Szia ház, köszönöm a lehetőséget, soha többi. Sziasztok, szia Bambi. Megyek haza, amint lehet, jön értem anya. Szóval srácok, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, írjátok meg kommentbe, hogy milyen videókat szeretnétek még látni, nyomjátok be a csengőt, és találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!